Dr. Förster Kálmánra, Salgótarján első polgármesterére emlékeztek születésnapján, július 29-én, a róla elnevezett emlékparkban. A város vezetői szobránál helyezték el az emlékezés virágait, fejet hajtva az első polgármester meghatározó munkássága előtt. Dr. Förster Kálmán Szepes Olasziban született 1885. július 29-én. 1910-ben, alig 25 évesen, akkoriban hazánk legfiatalabb tisztségviselőjeként Poprád polgármestere lett. 1919 és 1921 között Újpest helyettes polgármestereként dolgozott, majd Salgótarján várossá válásának előkészítő munkájával bízták meg. A település felemelkedésében játszott fontos szerepét mutatja az is, hogy 1922-től egészen 1943-ig vezethette azt. 1967-ben járt utoljára Salgótarjánban. Idős éveit méltatlan körülmények között Pécsett töltötte. 1971-ben hunyt el Zircen temették el első felesége mellett.